Hajdunánás mintagazdasága a több mint tízesztendős múltra visszatekintő kendereskert a maga sokszínűségével, mintaszerű biogazdálkodásával. A turisztikai látványosság népszerűsítése most egy újabb állomásához érkezett. A város vezetése egy újszerű programot hirdetett meg, a kerti idegenvezetői képzést. A program miben létéről kérdeztük Szólá Tibor polgármester urat. Egyre divatosabb egyébként az egész világon az, hogy civilek vállalnak, akár múzeumokban, akár gyűjteményekben idegenvezetés. Nyilván ennek van egy ilyen társadalmi fontossága is, hogy minél több ember tudjon integrálni a tudomány és a ismeretterjesztés, és ezt szeretnénk itt most mi is Hajdunálláson megvalósítani. Ugye a lényege az, hogy a kenderes kertben azért most már nagyon sok minden van ott együttesen, és az látszik, hogy nagyon sok ember számára ez egyébként egy vonzó célpont. Most a Okszenvek keretei között ez a tanösvénnyel gyakorlatilag a fürdő vendégeit rá is vezetjük, vagy megpróbáljuk rávezetni a kenderes kertre. Természetesen ott, ha valaki megérkezik, az nem mindegy, hogy milyen szakmai színvonalon tudja megnézni a kertet. Egy tanfolyam keretei között fog megvalósulni. Természetesen a kenderes kertben vannak olyan munkatársaink, akik mondjuk azt, hogy munkaköröknél fogva dolgoznak ott, de ennek a lényeg az, hogy önkéntesként fogják ezek a személyek végezni, nyilván azért, mert szeretnek ezzel foglalatoskodni, és ennek ez a szépsége, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba is el kell mozdulni. Fontos az, hogy valaki, aki tenni akar a közösségét, akár ilyen módon is ezt ki tudja fejezni, és hozzá tudjon járulni a közösség értékeinek a bemutatásához. A tanfolyam elvégzéséhez nem szükségeltetik különösebb előképzettség, tudományos ismeret, csupán őszinte érdeklődés és elhivatottság. Ahhoz, hogy valaki jó idegenvezető legyen, annak egyrészt ismernie kell magát a kertet, szeretnie kell a biológiát, az ökológiát, és szerintem ez fog most ott ötvöződni. No, de mit is csinál egy idegenvezető a kenderes kertben, ebben a kifejezetten zöld agrárkörnyezetben, amely szervesen egyesíti magában a múlt és jelen, a pásztor és a paraszti életmód kultúra megőrzendő, megbecsülendő értékeit. Oda érkező vendégek számára el kell tudni mondani a kenderes kertnek az előzményeit, az ott folyó tevékenységről kell tudni beszámolni, és ismerni kell, hogy egyébként maga a kenderes kert környezetében milyen tevékenységek folynak, és okozati összefüggéseket kell tudni megismertetni a látogatókkal. A programra már vannak jelentkezők, azt azonban még a szervezők is tanulmányozzák, hogy hogyan is fog majd mindez a gyakorlatban működni. Minden esetre a nyár közelette és a járványhelyzet alakulása reményekre jogosít fel a turizmus területén is, ahol el kell majd a segítőkéz, mondta polgármester úr. Most kis csoportban ezt elkezdjük, és későbbiek során is lesz erre lehetőség, ha valaki be szeretne kapcsolódni. Hál' Istennek érdeklődés van, és én abban bízom, hogy most, hogy már mondjuk ilyen megcsap bennünket a nyitás szele, és már akkor mindenkit programokat szervez. Egyrészt szerintem én abban reménykedem, hogy föl fognak értékelődni a helyi, a magyarországi idegenforgalmi célpontok. Remélem, hogy ez Nánásra is vonatkozni fog, és a gyógyfürdő vonzerején keresztül sok olyan ember fog érkezni, akik akár érdeklődhetnek a kenderes kert látványossága iránt is. A kenderes kert sok éve visszatérő hagyományőrző programja a tavaszi kihajtási és az őszi behajtási ünnepség. Sajnos most is úgy tűnik, hogy a Szent György napi kiverés programja még mindig csak az online térben lesz majd elérhető. A kenderes kertnek egy emblematikus célja az, hogy az alföldi, a hortobágymelyéki pásztorhagyományokat azt megőrizzük, azokat az értékeket, amik ehhez kapcsolódnak, azokat meg tudjuk mutatni élő módon. Ugye a tavalyi pandémiás helyzet sem tette lehetővé, az idei sem teszi lehetővé azt, hogy ezt szokásos keretek között megrendezzük, de azt gondolom, hogy kell, hogy ezzel foglalkozzunk. A tudomásom szerint egy kis televízión keresztül lesz egyfajta ünnepi kerete annak, hogy elérkezett Szent György napja és a kihajtásnak az ideje, és megpróbáljuk ezt megmutatni a városnak és a városon kívül embereknek is, hogy azért igyekszünk erre odafigyelni, és bár most nem teszi lehetővé a jelenlegi helyzet, hogy tömegekkel legyünk ott, de a televízión keresztül méltó módon tudunk adózni a pásztor kultúrának.